Ha röviden akarom összefoglalni ezt az időszakot, ami mögöttünk áll, akkor mondhatnám, hogy sok minden történt, és sok minden nem történt meg Kistarcsán, amit terveztek. Hát előbb talán beszéljünk arról, ami nem történt meg. Tehát ugye eddig elmaradt két jelentős fesztivál, és folytassuk azzal, hogy valószínűleg a augusztusi is elmarad. Mik azok, amik eddig elmaradtak, és miért született a döntés, hogy augusztus 20-a is elmarad? Hát igen, sajnos elmaradt ugye a Kistarcsai napok, ami egy 25. mondhatni jubileumi rendezvény lett volna. Ezben mondjuk ugye az a trükk, hogy ettől még meg lesz tartva 25. Kistarcsai napok, csak jövőre, hiszen ugye, hogyha a sorszámát nézzük, akkor ettől még a jövő évi a 25. lesz, csak mondjuk egy évet csúszott, úgyhogy lehet így szépíteni a dolgot. Elmaradt ugye a sportnap is, ami most már tényleg hatalmas rendezvény szokott lenni nálunk, és nagyon sokan várták. Elmaradt sajnos gyakorlatilag a komplett trianoni emlékév is, hogyha ezt nézzük, hiszen készültünk rendezvényekkel, programokkal, mindenféle flashmob lett volna, sajnos ezek is mind elmaradtak, úgyhogy elég szolidra sikerült ez a trianoni emlékév, és most ugye augusztus 20-a is el fog maradni. Ennek egyrészt ugye ez úgymond saját döntésünk is, hiszen látjuk azt, hogy országszerte ez a tendencia, mindenki próbálja elejét venni a második hullámnak, hogy amennyire lehet elkerüljük. Tehát azért van még mindenki, mert úgy érzem egy bizakodás Magyarországon, hogy mindenki bízik benne, hogy újra nem jutunk el oda-ova tavasszal, ezért ugye kell valamilyen szinten önmérsékletet gyakorolni, de aztán láthattuk július 29-én, hogy ugye a törvényi direktíva is ez, hogy 500 fő felett nem lehet rendezvényt tartani. Tehát igazából itt a döntésünk ezzel a szót legitimé vált, én úgy gondolom. Ami még esetleg rendezvény, tehát hogyha jövőre nézzük, az a Görröny Fesztivál, és én azt tudom mondani, hogy azért lélekben már készüljünk rá, mert azért nagyon rövid idő van addig. Én nem hiszem, hogy a hatalmas változások történnének. Tehát mi már arra készülünk, hogy nagy valószínűséggel azt se fogjuk tudni megtartani, de ebben még döntés nem született. Hát igen, ami a Kakasfőző Fesztivál elmaradását illeti, annak azt gondolom, a kakasok örülnek, viszont nagyon sokan, akik Fenyő Miklóst várták, azok kénytelenek lesznek mondjuk rádióban meghallgatni, vagy CD-ről. Eközben pedig, amint az elején mondtam, sok minden viszont történt Kistarcsán. Amikor elkezdődött a pandémiás időszak, akkor beszélgettünk önnel arról, hogy azokat a beruházásokat, amikre a forrást pályázaton nyerték, és amiknek biztosított a fedezete, azokat minden erővel véghez viszik, sőt, még más is került bele, mi minden készült a nyáron, tavasszal nyáron. Hát voltak egyrészt az útépítések, ugye, amit pályázaton nyertünk, azok elkészültek. Egyrészt ugye a Deák Ferenc utca felújítása részben, másrészt az Árpád utcának a felújítása, a Balcóban történt egy nagyon komoly csapadékvízelvezető rendszer építés, aminek közel hát harmada föld alatti beruházás, tehát föld alatt lett elvéve a Vasút utcai nagy gyűjtőhöz. Ez egy nagyon komoly beruházás volt, szintén pályázati forrásból. A bicikliút elkészült, most zajlik egyébként pont, amikor jöttem ide, hogy az interjúra az összekötő szakasznak az elkészítése, az teljesen önerős. Tehát volt egy rövid szakasz, ami nem fér bele a pályázatba, és akkor azt önelőből most csináljuk meg, de maga a pályázat része az elkészült, ugye ez elmegy az Eperjes utcáig, plusz elmegy a Fenyves utcában is ugye a sarokig. Ezen kívül ugye felfestésre kerültek a folytatásban ilyen az aszfalt útra ilyen biciklis sávszerűségek, ezek a bicikli jelek, hogy akkor ugye felhívjuk ott a figyelmet a bicikli forgalomra. Ezen kívül, talán ha jól emlékszem, 200 biciklitároló került el helyezésre a városban, ugye ebben a projektben, plusz egy bicikli sin a hév aluljáróba ott a kórháznál, hogy akkor át lehessen tolni a biciklit ezen a sinen. Ezen kívül befejeződött a bölcsödének az építése, ami már nagyon régóta várt dolog. Annyi, hogy úgy kell készülni, hogy nagy valószínűséggel január 1-ével fogjuk elindítani, mert egyáltalán most, miután megtörténik a teljes műszaki átadás átvétel augusztusban, utána fogjuk tudni indítani a működési engedélyes eljárást, ami hónapok közben be kell rendezni.
dolgozókat fölvenni, tehát nagy valószínűséggel január, tehát megindul, tehát ősszel lesz valószínűleg a beiratkozás, és január 1-ével fog elindulni a bölcsöde. Visszatérve egy pillanatra a kerékpárútra, észrevették már a kistarcsai bringások, és látni őket, hogy tekernek az új létesítményen? Igen, igen, abszolút. Ez olyan, mint amikor az ifjúságtér elkészült, hogy tök jó volt arra autózni vagy biciklizni, és akkor látni, hogy úgy használják az emberek, vagy ez a mai napig így van egyébként, hogy ott játszanak a gyerekek a fűben, kiülnek piknikezni családok. Ugyanilyen ez a bicikli út téma, hogy valamelyik este mentem Pest vele, és akkor egy pár egymás mellett biciklizve, ott nevetgélve mentek a bicikli úton, mondom, ez tényleg olyan, mint egy kampányfilm, de tényleg egyébként jó ezeket látni. Ráadásul, ami fontos a bicikli útnál, amit kiemelnék, hogy nem pusztán bicikli út épült, hanem épült mellé járda is. Tehát gyakorlatilag így megoldottuk a kórház előtt a járda kérdést is, hogy végig lehet menni gyalog is ezen a szakaszon. Igen, és a Fenyvesről is. Ott is, igen, ott meg kellett cserélni a két oldalt, ennek technikai okai voltak, tehát nem azért, mert feltétlenül szét akartuk bontani a korábbi járdát, de én úgy gondolom, hogy egy frissítés, egy felújítás mondjuk nem ártott neki. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon régóta várt projekt volt, tehát ezzel Kistarcsát be tudtuk csatolni a budapesti biciklis forgalomba, ami ugye Tarlós polgármester úr alatt rendkívül felfejlődött 2010 és 2019 között, és én nagyon sokat szoktam Budapesten biciklizni, és tényleg elmondható, hogy most már bicikli úton el lehet menni Kistarcsáról a Városligetig, de hogyha ügyes az ember, akkor a Budai Várig is. Tehát én ennek nagyon örülök, hogy ezt most már biztonsága. Hát rengeteg család keresett régen annó engem, hogy tudták, látták így az oldalon, hogy én sokat szoktam biciklizni, hogy lehet, hogy a gyerekekkel ők elmennének legalább a Városligetig egy ilyen napos túraként oda-vissza, hogy biztonságosan, és akkor mindig kell trükközni, akkor átmentünk a Csömör fele, akkor ott a 16-ba, és akkor kellett trükközni, hogy az ember ilyen biztonságosan el tudjon jutni, ne kell itt az Ilonai domb előtt ugye a nagy forgalomba bevinni a gyerekeket. A jó hír az, hogy most már nem kell itt trükközni, hanem akkor tényleg egyenesen lehet menni. Mi van még hátra év végéig? Azt gondolom, hogy azért a beruházások nem álltak meg, ha kisebb-nagyobb, akkor is még vannak tervek. Folyamatosan vannak ilyen kisebb beruházások, tehát például most az iskolában fogunk járdát építeni, mire kezdődik a tanév. Ezen kívül most ugye a pálya, mindig ez a nyár vége, ősszel ez a pályázatírásnak az időszaka, most is adunk be útpályázatot a Csömöri út felújítására, járdával, vízvezetéssel ellátására, szintén pályázunk járdaépítésre az óvoda elé. Tehát igazából most az ősz eleje, ez mindig a felkészülés arra, hogy a következő évben megint rengeteg beruházást tudjunk megcsinálni pályázati támogatással. Egy interjújában ön azt mondta, hogy úgy döntött a testület, hogy augusztus 20-át vagy a méltó módon, a szokott módon ünnepli meg Kistarcsa, vagy sehogy. Ennek maradtak forrásai, megmaradnak forrásai. És mintha azt is olvastam volna, hogy azért ennek meg lesz a helye, tehát a Kakasfőző Fesztivál. Ezt augusztusra fogom beterjeszteni polgármesteri javaslatként a képviselőtestület és a bizottságok elé, hogy a Gesztenyés óvodának van, meg a Tölgyfa óvodának is egy-egy terasza, illetve a Gesztenyés óvodának egy eléggé elhanyagolt udvar része még, és megpróbáljuk ezt nagy részt orvosolni ebből a keretből. Igazából ez egy nagyon szép, ha úgy tetszik, ajándék is lenne az előző igazgatóasszonynak, aki most megy nyugdíjba, mert ő ezt már 4-5 éve mindig próbálta a költségvetésbe beszuszakolni, de ez mindig pont ez nem került végül bele, és most, hogyha úgy tudna elmenni nyugdíjba, hogy megvalósul a teraszoknak a rendezése, meg az udvarnak a rendezése, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép ajándék lenne neki is, meg a gyermekeknek is. Reméljük a testület is így dönt. Így van. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.